A héjában sós vízben megfőzött, majd megtisztított és egyenletesre tört burgonyát megsózzuk, hozzáadjuk a lisztet, majd kézzel jól összedolgozzuk. A darabokra vágott masszából lisztezett kézzel hengereket sodrunk, nagyobb darabokra vágjuk, amelyekből nudlikat formázunk, majd addig főzzük, amíg feljönnek a felszére, körülbelül 5-8 perc. Felforrósított serpenyőben megpirítjuk a kockára vágott császárhúst, hozzáadjuk az apróra vágott vöröshagymát, a kifőt nudlikat, az apróra vágott fokhagymát és a borsot, majd megpirítjuk. Forrón, tejföllel és savanyúsággal tálaljuk.